újra ez az apra magyar, és a reklám előtt levegőben hagytunk lógni egy kérdést, ami szerintem nagyon is sok embert érint ma Magyarországon. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak önök szavazni, és mit fognak mondani a sztár vendégeink. Lássuk tehát még egyszer a kérdést. Együtt kell-e maradni a gyermek kedvéért egy tönkrement kapcsolatban? A. Igen, mert jobb neki két szülővel. B. Nem, ezzel csak ártanak neki. Én most elindítom a 2 percet, ami alatt önök szavazhatnak, ugye 2 millió forintot nyerhetnek. No, hát... Ez ennél bonyolultabb hát szerintem, mint ez itt. Képzeljük el, hogy valóban tönkrement a kapcsolat, tehát már intelligens emberekről van szó, akik akár, mondjuk nagyon nagyot mondok, elmentek még párterápiába is, tehát dolgoztak azon, tettek azért, hogy javítsanak a kapcsolaton, és rájöttek, hogy itt alapvetően ők, mintha arra szegődtek volna, hogy szülővé váljanak, majd szétváltak az utak. Bocsuk szerintem egy picit ketté a dolgot. Jó a gyereknek, hogy elválnak a szülők, és hogy két hetente itt van, ott van? Nem. Nyilvánvalóan nem. Nyilvánvalóan jó. Az a kérdés, a gyerek nem, hogy a gyerek nagyon szenzitív, mindent megérez. Én elvált szülők gyermeke vagyok, és nyilvánvalóan minden feszültséget érez a gyerek, minden olyan hangkordozást, és én azt mondom, hogy egy nyugodt, békében lévő, valamilyen ilyen különvált kapcsolatban mégis harmonikusabban éreztem én magam, mint amikor folyamatos veszekedésben és vitában. Én Tibit támogatom ezzel, Maxi. Igen, de ugyanakkor meg annál szebb nincs, mint hogyha egy gyermek egy családban nő fel édesapával, édesanyjával. De ez nem kérdés. És várjál, ez ezzel kérdés. Csak azt akarom mondani, végigvárjál. Könyörögve kérlek benneteket, hallgassátok már meg az embert, aki beszélni kell. Nagyon szépen köszönöm, Klaudia. Akkor mondjad is. Igen, csak hát ugye vannak olyan esetek, amikor nem lehet megoldani, de én úgy gondolom, hogy egyre jobban, egyre önzőbbé válik a világ. Ugye a reklámok is ezt sugallják, te megérdemled, neked ez jár. És manapság szerintem sokkal könnyebben válnak el egymástól olyan emberek is, akik igenis meg tudnák oldani. Nekem vannak olyan emberek ebben a környezetemben. Nekem meg az a teóriám, bocsánat, akkor is elmondom ebben a kérdésben a véleményem, mert én nagyon érintett vagyok minden szempontból. Szavazzál meg. Hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a házasságok csak az évek vagy az évszázadok során a vagyon miatt maradtak együtt. Nem csak azért, mert az emberek annyira szerették egymást. Persze. És én amikor 7 évesen persze. azt mondtam anyukámnak, hogy anyu, ne váljatok el, mert olyan ciki, akkor nem dönthet egy gyerek erről. Tehát egy szülőnek kell dönteni, így és van. Ő neki kell látni a gyermeke életét, és mi a legjobb neki. És én szerintem igenis az a jó a gyereknek, hogyha kiegyensúlyozott, és ebben nem feszül. Ha ennek az az ára, hogy nem maradtok együtt, menjenek akkor szépen. Az az ára. De hogy harmónia legyen, ne azért maradjatok együtt, mert az utca szemébe cikli. Így van, de pontosan, azért nem. Pontosan. Meg most az a kérdésünk, hogy az emberek vajon így gondolkoznak. Ugye itt csak két lehetőség van. Megmondom őszintén, mielőtt ugye már ketten nyomtatok, itt a szünetben volt egy kis gyors közvéleménykutatás az itteni nézők körében, akik nagyjából 95%-ban azt mondták, hogy nem, ezzel csak ártanak a neki, tehát ők is a B-t szavazták meg. Se Szandi, se, de igen, most már a Tibi is szavazott B-re. Vajon mit gondolsz, hogy a nézők hát mit gondolnak? Hát a nézők a B-t fogják mondani. Nekem meg személyes tapasztalatom, hogy ártanak neki. Az a gyerek meg fogja kérdezni nagyobb korában, pontosan hogy anyu, apu, nektek miért nincsen intim kapcsolatotok? Ti miért nem ölelitek át úgy egymást, mint a barátaimnak a szülei, mert akkor átmegyek hozzájuk? Hogy kiabáltok egymással. Így van. Vagy tehát, hogy amit a Soma mond egyébként, az a legfontosabb, amikor már teljesen kibékíthetetlenek az ellentétek, valószínűleg akkor sokkal jobb. De hát ezt... attól függ, mennyi veszekedés van, de miért megmutatjuk, hogy mit döntöttek a nézők. Előtte kapcsolunk megint valakit, aki nagyon is otthon van ebben a dologban. Szia, Varga Feri! Jaj! Tár, hello! Apuka! Sziasztok! Üdvözben! Szia, Feri, nagyon drága vagy! Most nem egy kutyás hűvösben, kérdés következik. Hogy mondj gyorsan, kérlek. Tudom, megfázolna. Az a kérdés, hogy ugye neked nagyjából a nyilvánosság előtt zajlott, hogy az egyik házasságodból nem átléptél, de szép lassan átmentél egy másikba, akivel most boldogan élsz. Föltetted-e magadnak ezt a kérdést? Hányszor és mi alapján döntöttél? Szerintem ez nem is fontos, hogy én hogyan döntöttem. Én azt gondolom, hogy egy házasságban a legfontosabb az, hogyha két ember normálisan tud kommunikálni egymással, akkor a gyerekek kedvéért nem kell együtt maradni, viszont a gyerekeknek az életét figyelembe kell venni, mert igenis tartozunk azzal, hogy a gyerekek, hát hogy is mondjam neked, nyugodt, békés környezetben tudjanak élni, és a legjobb, hogyha a szüleikkel élnek. De szerinted egyébként annó a gyerekek szempontjából jól döntöttél, hogy kiléptél a kapcsolatodból? Édes,
Erre nem tudok neked választani, hogy én jól döntöttem, ezt majd, mit tudom én, 30 év múlva felteszed, és hogy meg mik lesznek a gyerekeimből, ezt akkor majd biztos választ tudnék adni, most te nem tudok erre biztos választ adni neked. Tudom, hogy nagyon hideg van, de kérlek maradj még velünk, hogy megnézzük, hogy a nézők hogyan döntöttek. Lássuk tehát, hogy a nézők szavazatai alapján az A vagy a B válasz lesz a több. Hírességeink itt a stúdióban mindannyian a B válasz mellett döntöttek. Akár elváltak egyébként, akár nem, akár házasságban, akár van gyerekük, akár nem, ők mind így döntöttek. De hogy önök hogy? Hát igen. A néző 92%-a tehát a nem, ezzel csak ártanak neki. Feri, kérlek, reagálj erre, hogy tehát ez jó hír. Abszolút jó. Egyébként hasonlóképpen gondolkozom. Az a baj szerintem a mai világban, hogy alapvetően azzal együtt, hogy én is elváltam, ez egy kicsit trendi lett. És minél jobban haladunk, egyre trendibb lesz ez az egész dolog, és ez nem nagyon jó. Nincsenek ma már a régi értékek, nincsenek meg a régi társas kapcsolatok, mint anya, szülők, nagyszülők. Például mi együtt lakunk a Bettinek a nagymamájával, akivel istenien érezzük magunkat. Nagyon nagy segítség nekünk. Sokszor ő húz ki minket a Sávából, pedig 87 éves. Én üdvözlöm Nagyikát. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kifordult a világ, és remélem, hogy ez azért helyre fog jönni, mert a társas kapcsolatban, az együttlétben az a legjobb, hogy együtt kell lenni. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb a gyerekek szempontjából is. Köszönjük, Feri. Valakinek másodszorra sikerül sok, de lehet, hogy pont ez lesz Bettivel az örök. Még Tibi, mielőtt felteszem a következő kérdést, nyugodtan. Majd akartam csak mondani, hogy pozitív fordulat is jöhet ebből, mert én például, aki elváltságban nőttem föl, én bennem ez hozott egy olyan pozitív fordulatot, hogy azt mondtam, hogy én csak akkor vállalok gyereket, ha meg vagyok győződve arról, hogy ő az igazi, akivel ezt végig tudom csinálni, és én ezt itt megfogadom, hogy az én gyerekem nem fog. De ezt mindenki maga dönti el, hogy mit érez. Én el tudom mondani, hogy azt a nőt vettem feleségül, akivel le tudom élni az életem, és akivel együtt fogom felnevelni a gyerekemet. Legyen igen. Claudia, mi beszéltünk a Rékával a válásról. Igen. Beszéltünk a Rékával új a válásról, és egy kérdésem volt hozzá, hogy ha elválnánk, akkor engem vigyen magával. Jó. Vigye őt magával. Ez nagyon szép volt. Ez szép volt. Réka is majd jön, de majd őt is megkérdezzük erről, hogy tényleg ő is így gondolja. Na nézzük akkor a tizedik kérdésünket. Tudom, hogy első hallásra nagyon fura lesz, és hogy tényleg mit keres itt ez a kérdés. De hát lássuk. Ön megkóstolta-e már kutyája vagy macskája eledelét? A. Igen, és ízlett. B. Igen, de nem volt finom. C. Nem, de már megfordult a fejemben. Vagy D. Fúj, a full eszembe sincs. Na, mielőtt válaszolnátok rá, megkértünk egy food stylistot, Marton Adriánt, hogy készítsen nekünk egyszer egy természetesen emberi ételt, ami emberi fogyasztásra alkalmas dolgokból, és persze az állati kutyakaját is készítse el úgy, hogy az nagyon-nagyon-nagyon ízletes legyen, jól nézzen ki. Nézzük meg, hogy készült ez az étel. Kolbászmorzsába forgatott húsgolyót készítek, amit aztán műzli ágyon tálalok. Na nézzük a két oldalt, itt vannak az emberi fogyasztásra alkalmas alapanyagok. A másik oldalon pedig a kutyakolbász, egy kis konzerv, kutyaműzli. A kutyának való finomságot először úgy készítettem, hogy a kolbászt felszeleteltem, lepirítottam zsírjára, majd apróra törtem aprítógéppel, a húsgolyó pedig bárányhúsból készült, golyókat formáztam belőle, lepirítottam, a kolbász a tetejére ment, alá pedig kutyaműzlit helyeztem. Úgyhogy jó étvágyat mindenkinek, az embereknek és a kutyusoknak is. Wow, wow! A szavazás közben elindult, és akkor most megkérem, hogy jöjjön be a kis kutya ételeivel, Marton Adrián. Hát megmondom őszintén, hogy a klost már fölemeltem két nappal ezelőtt, most nem akkora nagy örömmel, mert nem tudom melyik alatt mi van, megnézhetjük? Te meg, hogy nem, egyszerre felemeljük. Hát eléggé ugyanúgy néz ki. Uha. A Nord csóválja a farkát. Köszi. Tetszik neki? Valaki?
Azon gondolkoztam még, hogy ugye jött a kérdés, hogy ugye az emberek mit gondolnak, és úgy gondolnak, és ugye ti ezt majd megtippelitek. Na, de ti mit gondoltok, illetve ti meritek-e megkóstolni? Megkóstoltátok-e hát, már? Illetve, megfordul a fejem, hát hogy az egy kutya kaján rosszul leszek. Én már szívimártam a kutya kajáját. Én érzékeny, mert nem tudom, hogy a kutyák tudnak-e rutinézni. Én egy szagmintát veszek, a kutyai szagmintát. Mi is megszagolhatjuk többen. Azzal csaltam a szagmintával, úgyhogy szerintem nem tudjátok megállapodni. Norbi, szerintem ez a kutya kaja egyed? Figyeljetek, ebbe bele lehet. Ebbe vissza lehet rakni, ha nagyon muszáj. Ez az emberi. Mutasd, mutasd, szerintem az a kutya kaja. Azonnal rájönnénk. Ez egyértelmű. Na jó, nekem is adjátok ide, mert semmit nem tudtam megszagolni. Hát ez finom húsi. Ez a kutya. Ez az emberi kaja. Ez Klaudia, hogy képzeld el, hogy ennek az egész kísérletezésnek három legnagyobb áldozata van, a két gyermekem, aki jött haza az iskolából, és mondta, hogy anya, mennyire jó fej vagy, lesz kutyánk, mert ennyi kutyakaja van a garázsban. Ők mondták, hogy végre jó fej vagyok, és hogy lesz kutya, de mondtam nekik, hogy sajnos nem. Úgy csinálták kutyakaját, hogy nincs is állatotok? Nem, nincs. Nem, az van, hogy ilyenkor az ember kísérletezik, és hazamentek a gyerek az iskolából, és megkérdeztek, anya, mi van, tudjuk, kutyakaja. Kutya bolonyai. De várjál, Tibi és a Edwin volt a harmadik, aki elkezdte megmelegíteni, mert mondta, hogy mennyire szépet készítettem, és akkor mondtam, hogy neked nincs, de a kutyának van. És van valami kutyákkal kapcsolatos ilyen hegedű szám, amit utána el tudott, elugatott. A mi kutya. Egy is van nyitva. Soma eszik. De az emberi verzió. De alatta meg ugyanúgy kutyakaja van, ugye? A díszítés az az. Tehát azt ne kóstoljam. Az milyen lehet egyébként, hogy a férje egy világhírű... Az egyik része az alsó része is. De az milyen lehet, hogy a férjed egy világhírű hegedűművész hazamegy, és talán egy ilyen komoly koncert után kutyakaját teszik a hűtőben. De minden esetre oké, a Soma a legbátrabb. Jó, finom. Nem tudjuk, hogy ez melyik volt. Ez szagra lehet érezni. Ez volt az igazi? Még azért felturboztam, hogy szójaszószba beáztattam a tofut, és azzal kevertem össze, hogy ne legyen benne. Ez az emberi kaja volt. Na jó, fáradjatok vissza. Köszönjük, nem sikerült megkoszolni. Köszönjük szépen. Melyik a kutyakaja? Hát én annyira undorodom a kutyakajától, hogy mi mindig főzünk a kutyánknak rendes emberi eledelt. Szerintem mindenki megkóstolta már. De? Ne viccelj már, én eszembe se jutott megkóstolni. Jó, kérlek valami. Megfordul a fejükben. Mivel megfordult a fejed, Soma? Nem az embereknek, nyomjatok, döntsetek. Hű, de nehéz. Kutyaidomárokat kérek. Na? Jó, D, C, D. Nem, de már JKB, CC. Szerintem megfordult. Na, nézzük akkor, hogy a nézők hogyan gondolkoznak. Tehát a nézők szerint... Vagyis hát a nézők mit gondolnak, tehát van otthon kutyájuk, vagy nincs. Megkóstolják. De lehet, hogy valaki kutya nélkül is kóstolgat. Igen. Megkóstolják. Hát, ha megszagolják, akkor biztos nem. Tessék, hát ne viccelj már, hogy fordulna már meg a fúj eszembes. Gyerekek, van kutyás gazdim, tudom, hogy megkóstolták. Nekem meg van kutyám is, hát, én nekem megfúrt a fejemben, de nem kóstolnám. Eszembe pedig torkos vagyok. És egyébként milyen... Ez milyen rosszul esett a kutyának, aki pedig jó szívvel megkínált, hogy... Nem, de szerintem... Tudod, mi a legfurább, az a 34%-a, nekem már megfordult a fejében. Na, köszönjük szépen, Adrián. Azért a 6% is. Köszönjük szépen. Köszönöm. Nézzük meg addig, hogy... Tuti megfordult a fejükbe. Mi a versenyállása? Norbi, elhúztál 20 pont, azért szépen dolgozol. És hát Szandi tényleg ebben a középpozícióban megmaradtál. Soma, aki csalódott, az aztán újra hitt a magyar agyalban. Igen, én hogy egy kicsit túl jó indulatú, vagy túl többet. Másik világon élsz, egy kicsit más. Párhuzamos dimenzió. Na, és akkor most jön az a kérdés, amikor Tibi újra kihúzhatja magát, mert megint lehet, hogy ő lesz ennek a győztese, hiszen az a rovatunk következik, amit ők nagyon-nagyon szeretnek, mert róluk fog szólni, az Adj egy ötöst. Ugye az Adj egy ötöst mindig erről az öt emberről, aki a vendégem szól, tehát velük kapcsolatos a kérdés. Én ezt a mai kérdést imádom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy önök hogy fognak dönteni. Lássuk tehát. Ön kit választana meg közös képviselőnek az öt közül? A. Soma. Én meg téged. B. Tibi. Engem hagyjatok. C. Andi. D. Norbi. És E.
A szem eljön, ugye? Jó, jól tudtam, Szandi. Na, engem semmiképpen. Pillanat, elindítom az órát önöknek. 2 percük van. Ki legyen a mi bőm urunk? Ami... Csak a Soma, azt gondold el azt a lépcsőházat. Soma. Azt gondold el azt a lépcsőházat. Soma. Megjön a Soma, egyértelmű. Bejön, bekajál a frigóba, befekszik közétek, azt mondja, hogy elkezdődik véletlen egy kis nem élet, akkor azt mondja, azt ne oda tedd. Az... Én viszont egy pont téged képzellek el, akinek az a jel mondata, hogy amikor a probléma megjelenik, na ott húzom én ki magam. De ezt szóval mi van akkor, amikor nem, Szabó Ittnál beázik a plafon? Semmihetlen, nem érdekli. Soma egy nem értitek, hogy én lennék a legjobb közös képviselő? Miért? Te hallottál miért? Már engem, amikor kiereztem a hangom és ordítok? Oké, akkor téged kizártunk. Nem. Hát várjál, a közös képviselő az a közös képviselő. Az nem hát üvölt. Így van, de hát hogyha van valami olyan lakó, aki nem akarja megcsinálni azt, hogy mondjuk hetente egyszer belesül ki a Tibi az mindent elintéz. Igen. De hát senki ne elhagyja. Tibi bácsi elintézi. Magamra is. Én szerintem egyébként is Soma vele. Nem, most kezd megtetszeni a feladat. Tudjátok, hogy mi jutott eszembe? Amikor az iskolában van a szülői értekezlet, és akkor felteszik azt a kérdést, hogy na, ki akar SMK-s lenni? Én olyankor mindig bebújok az asztal alá, és mutatok másra. Én összekutyulnék mindent, elveszíteném a pénzt. Tibi, ez már politikai karrier kezdete. Ne bízzák magukat, nézd. Én kimennék. Ez már politikai karrier kezdete. Mondjuk, Tibi, most mutasd be, hogy milyen lennél közös képviselőnek. Ha az évben nem látod, hogy hol vagyok, akkor küldök. Kimennék a folyosóba, bármi probléma van, jön egy krisztál vége. Várj. De hát nem oldod meg. Be tudsz csavarni egy izzót? Nem, de föl tudom hívni az embert, aki a legjobb. Ez a lényeg. Jó szervező vagyok. És az a baj, hogy ezért fogják őt választani. De várj, de az is kérdés, hogy ki vállalná közületek egyáltalán? Norbi, én nem vállalom. Soma szerintem el is vállalná, ő szeretne mindent elintézni. Én együtt éreznék mindenkinek az életével. Nem élete mindenkinek rendben lenne. Mindenkinek a nem életével érezni. Jobban szeretek elvontabb dolgokkal foglalkozni, ez neked nagyon jó lenne. De én egy lakatlan szigeten vagyok, épp valakivel, gyerek, hagyjatok már nem békén. Figyeljetek, a Tibi az mindenhez ért. Nem az a baj. Jó, oké, de most lejárt az időnk, és Tibi ahhoz nem ért, hogy megnyomja a gombot, mert ő még nem hallott. Nem nyomtatok. Szánalomból rám nyomjál. De elbukok 5 pontot. Jó, nem, elvállaltad. Nem akarok polgármester lenni, de nem akarok veszteni. Na, most mindenki okay. A Tibit nyomta. Tehát... Nem. Hát Soma, minden szentnek maga felé, ha érsz. Mindig addig nézegette a betűket, amíg valahogy az övé jött ki. Tehát... Na, nézzük akkor, hogy kit szeretnének látni a... Tényleg egy jó kis közösségi házban, melyikőtöknek lesz karrierje a karrierje után is. Ki fog tovább élni a 1B, A, C, D lépcsőházakban? Uha, senki. Mindenki nullán. Nem vállalja senki. Mindenki nem vállalja. Nem, az emberek semmelyikőtöket nem akarnak. És Tibi! Tibi! Köszönöm. Köszönöm. És köszönjük. Igen. Ne. Nekem lenne egy-két kérésem maga. Andirá, Tibi, mindjárt mondhatod. Évek óta dolgozol, hogy kilógj a sorból, de nem tudsz. De mi egyszerűen, te akkor is a nép gyermeke maradtál. Egy lakatlan szigeten, meg a lépcsőházban. És én, engem nézze meg azt a 3%-ot, azt a nyomvat szánalmas 3%-ot. Na de ki az, aki rám szavazol ezek a 3%, de milyen 3? Erős. A rajongóid. Viszont véletlenül mellé nyomtak, az a 3. Rossz napok van, látod? Az is lehet. Na jó, tehát... Tibi állandóan viszi ezt az ötöst. Nekem kezd kiderülni, hogy miről szól ez a robot, úgyhogy... Alázzuk Andit még egy kicsit. Tibi robot, átnevezzük holnapra, jó? Egyszerűbb nem. A lényeg, hogy nézzük meg a mai állást, tehát a mai játék után, hogy állunk a mai nap után. Norbi 25 ponttal az egekben. Annyira cuki. Jaj, de jó vagyok. Azért... Vigyázzál, mert a közös képviselő ott liheg a nyakadban. Ott van. Csavarom a lámpát, fia. És hát nézzétek meg, tehát nem is gondoltad volna, nem, Andikám, hogy te püppensz ide a közép tájékra. Gondoltam volna, én is ott vagyok vele azért. Én gondoltam volna, Klau, te nem gondoltad volna. És Szandi, te is ott vagy. Én is ott, na. És Soma sincs nagyon lemaradva, 17 pont. Most gondolj bele, ezért százalékba kiszámítjuk.
behozhatod még szombatra az összes pasit, és akár te is megtudhatod, hogy mi van a legjobban otthon a hazai tejben. Nekem nem fontos, fontos, kiskoruktól. Vállalom! Mielőtt elmondom, hogy ki volt a mai nyertesünk, tehát ki az, aki 2 millió forintot nyert. Elmondom gyorsan, megmutatjuk, hogy mivel kezdjük holnap 8:30-kor, tehát milyen kérdéssel, amin gondolkozhatok ti is és önök is otthon. Lássuk tehát, hogy mi lesz a holnapi első kérdésünk. Ez is főleg a házassághoz kapcsolódik. Hozzátesz egy papír a párkapcsolathoz? Igen, más szintre emeli a kapcsolatot, vagy B. Igen, megkönnyíti a hivatalos ügyeket, vagy C. Nem ezen múlik a boldogság. No, hát érdekes kérdés, azt gondolom, hogy mindenkinek van erről is véleménye, remélem is, hogy lesz holnap. És akkor most, ahogyan mondtam az elején, kérem a kis, nagyon kicsi, nagyon pici méretű szerkesztőt, hogy mondja a fülembe, hogy ki nyerte meg a 2 millió forintot. Még egyszer, mert nem... Berente hanga... Hoppa! Pest megyéből. Nagyon fontos, hogy arról az e-mail címről, amiről regisztrált, nagyon figyelje, mert hogy onnan vissza kell küldeni egy választ, mert akkor tudja megnyerni ezt a 2 millió forintot. Gratulálunk neki, és nektek is, hogy ilyen szépen játszottatok. Szép fejlődésen megyünk keresztül, mind jellemileg, mind pedig képviseletileg. És természetesen továbbra is várjuk a kérdéseket, hiszen ma is feltettünk már egy nézőkérdést, az e-mail cím kérdessem@cv2.hu. Nektek több kérdésetek ma nem lehet, nekünk holnap lesz Apra Magyar, 20 óra 35 perckor várom önöket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és persze köszönöm önöknek is a figyelmet. Jó éjszakát kívánok!